Miért jó szőni? Hát, mert otthon csak unatkoznék. Krisztina gyors iramot diktált, siet dolgozni, nagyon komolyan veszi a munkáját, fontos az életében a rendszeresség. A 46 éves nő középsúlyos értelmi fogyatékos, történetét a házon kívül mutatta be szerdán. 25 éve sző szőnyeget, amiért korábban havonta 36 ezer forintot kapott. Bár munkája semmit sem változott, április 1-től egy új törvény értelmében más lett az elnevezés, és ezzel együtt a fizetése is. Most már nem munkarehabilitációnak hívjuk, hanem fejlesztő felkészítésnek. És már csak 14 ezer forintot visz haza havonta. A fejlesztő felkészítő esetében ugyanis a minimálbér helyett a minimál óradíjat kell alapul venni. Édesanyja először a Facebookon fakadt ki a szerinte megalázó helyzetről. Azóta többen is megkeresték az asszonyt, hogy segítsenek. Szerintem nektek nem is a pénz a fontos, hanem a munkáért pénzelv. Ezért szeretnék rendelni abból a híres szőnyegekből. És jelentkeztek hasonló történetekkel is. Klára most éppen egy budapesti autista lánnyal levelezik. Nekem a szerződését bemásolta, ő is ugyanígy járt egy munkahelyen, ahol dolgozott, hogy 220 forintos óra bérre csökkentették a bérét. Ő azt írta nekem, hogy a Strasbourg-i bírósághoz fog fordulni ebben az ügyben. Nyilván segítségre lesz szüksége. Az autista nő nem akart kamera elé állni, de a szerződését megmutathatjuk. Látszik, valóban 220 forintért dolgozik óránként. A házon kívül korábban megkereste az ügyben a szociális ügyekért felelős államtitkárságot. Itra Imre helyettes államtitkár akkor azt mondta, vizsgálatot indít. A pénz ott van, tehát és ami jár, az a pénz, ami eddig ott volt, mondjuk az ő gyermekének a munkáltatására, az most is ott van az intézménynél? Nem, az van ott több. Több? Több. És mégis kevesebbet kap a gyereke? Ezt a mátrixot azért nehéz megfejteni szülőként. Hát nem annyira nehéz, hogyha azt mondjuk, hogy ez egy egészen biztos, hogy egy méltánytalanság, és egészen biztos, hogy jogsértés történik, ezt ki kell vizsgálni. Kerestük ma is az államtitkárságot, hogy megtudjuk, mi a vizsgálat eredménye, de azt írták, az még nem zárult le.